We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and hope you accomplish all your goals in 2016. Üdvözlök mindenkit, F1 Motorizbek! Egy karácsonyi adással szeretnék jelentkezni, és itt vagyunk ismét az F1 2013-ban. December 25-én reggel, a szokásos rögzítési időpontban, és mi van most? Találtam egy modot, ugye emlékeznek el a 2013-as karácsonyi részben. Volt egy ilyen klasszikus kiadása ennek az a F1 2013-nak. Most valami ilyesmit fogunk megint megcsinálni. Ráadásul extended, szóval ilyen kitolt állapotban. Ugyanis most nem csak a tényleg klasszikus 80-as, 90-es, de még a 2000-es évek, 2010-es éveket is felölelő nagy mod lesz ez. Hogy láthatjátok, ez itt azt hiszem a 2011-es Red Bull. És nagyjából valamilyen szintén egy erős sorrendre van állítva az összes autó. Ezen kívül még Daytona modba fogunk menni, szóval nappal kezdünk és este végzünk, ahogy tavaly is volt, és ilyen 2-in-1. De most utassuk be a csapatokat. Van egy Mercedes, ez azt hiszem 2013-as, az maradt ugyanúgy. McLaren, Prost és Senna, ez a 88 vagy 89, nem tudom. Éppen így négy, azt szerintem a 88-as, mint a 2011-es Red Bull, Vettel és Webberrel. Itt egy Brown, Button Barrichello, egész jól néz ki ez az autó, először ezzel akartam menni, de aztán kiderült, hogy egy fos az irányítása, úgyhogy inkább hanyagoltam. Williams, 92-es, Patrese Mansell, meg kell jegyezni, hogy Patrese van Mansell sisakja, ez szép volt. Ferrari, Schumacher Irvine, F3-99, az a 99-es talán. McLaren, Häkkinen Coulthard, gondolom 99-es. Renault, kik van, aki Trulli Alonso, Jordanben, Hill Fisichella, érdekes párosítás, ők sosem mentek egy csapatba, jól tudom. Meg itt van egy Villeneuve Frentzen, ez azt hiszem a 97-es Williams, és itt van még egy Toyota. Aki nem tudom, ami nem tudom, hogy miért van benne. És Kobayashi és Glock. Azt mondják, hogy ez a leglassabb autó, és ez az egyetlen, nem tudja fölvenni a versenyt a többivel. Ezért nagyobb különbségeket tapasztaltam. Ha esetleg valami változást vesztek észre a mikrofonban, az azért van, mert följebb toltam egy... Adtam neki 10-es boostot. Mert utólag mindig így über módon le kellett halkítanom a videót, hogy hallani lehessen a hangomat. Most ki is próbálom. Meg egy kicsit meg is vagyok fázva, de most mindegy. Így én most a Williams-et választom. És 100%-os versenyt fogunk menni, ha már Day Tonight. És szeretnék short qualit beállítani, hogy tudjak retire-ni, mert utolsó helyről szeretnék indulni. Dynamica weather, de igazából Day Tonight módban az tök mindegy. A beállításokat azért megnézném. Expert. Eddig experten teszteltem? Akkor jó erős lett az AI. Nem tudom, miért expertre rakta. De az nekem nagyjából így... egy szintben volt, vagy talán egy kicsit gyorsabbak voltunk náluk. Acilálok. Lengen, de ez valószínűleg erős lesz, mert kicsit erősítették az AI-t, most már über brutálon mennek. Úgyhogy inkább maradok az expertnél. Amit eddig is teszteltem, és utolsó hely. Ilyenben is részünk lesz. Akik látták a tavalyi ilyen részt, azok nem fognak meglepődni. Ezért csak úgy színesíteni akartam.
Egyébként 80-as autók is vannak benne, a 90-es DLC-ből is a napjaink autójában, sőt még talán az F1 2014-ben is benne van egy autó. A Toyotának az alapja. Itt vagyunk Jerezben. Szépen néz ki. Így néz ki a Williamsünk. Kicsit tekintsetek el ettől az égben nyúló táblát, vagy monitortól. Na. Ez az a hely, ahol azt mondjuk, hogy retire. És nézzük a rajtrácsot, Vettel. Vetteli a hol, nem menekülök meg. Milyen kicsik a különbségek. Prost, Schumacher, Button, Senna, Villeneuve, Hamilton, Häkkinen, és a többiek. Akkor mi kezdünk az utolsó helyről. Full HD-ba veszem. Nem tudom, hogy milyen lesz az FPS, majd kiderül. Miért nem tudok állítani parkfermén kívül? Fos játék. Nem fogok vala setup-pal menni, azt lesítitek. Nem tudom, hogy akkor miért nem tudok állítani, kölcse mentem. Európa nagy díj. Hol van? Itt van. Na, talán most jó lesz. És nézzük a másik rajtrácsot. Na, így néz ki a rajtrácsokban, nem változott. Prosté most a pól. És nem sokkal maradt el tőle Vettel. De akkor se induljunk el végre. Setup-pal végre. Nem tudom, miért nem engedte. Hát, hogy be kellett volna állítani az időmérőn. Egyébként lesz liga az F1 2013-mal most. A 15 az eléggé kihalt ilyen szempontból. Elég laggos ez az új patch. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az F1 2013-mal lesz a következő Go Compete liga. És lehet, hogy tudok rögzíteni. Hoppá. Jó. Így nézünk ki. 40 FPS, Full HD-ban, azt szerintem egész jó. Rajtrács, kezdjük el a futamot. Még érdekesen nézett ki az az egyenruha. Na nézzük. Kicsit letettem az FPS miatt a felbontást, és akkor újraindulunk. Két Toyota itt előttem. Nem a legjobb starter ez az autó, úgy érzem. Ez még már realistic damage mód van vajon? Hoppá. Kobayashi már kihullott. Egy ajándék pozíció. Az alja egy kicsit erősebb, mint az eredeti játékban. Meg agresszívabb. Hoppá! Az szép volt. Valaki keresztbe álltak. Truly. Vezető száj nélkül előttem. Meg is fogjuk előzni. Vagy nem. Truly azért nem a vezető szárnya nélkül kéne itt vitézkedni előttem, aki egyébként Alonso is akkal rendelkezik.
Jó a játék. Tizennyolcadik hely kezdésnek. Hetvenkét körös lesz a verseny. Fizikella. Ó! Mit csinál? Azt hittem, hogy bemegy belsőjére védekezni, erre visszarántja. Leszakadt a tükröm. Baby Rage. Mi van itt? Valaki ott elő nagyon vitézkedik. Közben itt van az egyik. Ugye ez Alonso. Végül is nem látom, hogy milyen sisakja van. Talán rásumán sisakja van. Ott van a csapattársam is ebben a bolyban. Nem tudom, ki ilyen lassú itt. Az egyik... Oh, Barrichello! Barrichello a falban! Na, valaki meg belém jött. Hoppá. Eléggé meg vannak őrülve ezek az aik, itt van Frentzen, akinek kivételesen jó sisakja. Hoppá! Na, Rosberg! Akinek Hamilton sisakja van. Annyira imádom ezt. Mod készítője kicsit jobban odafigyelhetett volna ezekre a dolgokra. Rosberg. Ez a McLaren lesz ott lassú elől. Kisem most a boxba. Rosberg meg itt össze-vissza kacskaringózik előttem. Végre megszabadult tőle, és itt van a csapattársam. Eléggé meglógtak a többiek most. Mansell. Őt is eléggé toljuk le most a pályáról. Na, most esetleg. Ezt az előző felvétel készítése... Nem felvétel, az előző gyakorlás. Akkor tapasztaltam, hogy a sóderágyat kerülni kell. Ez ilyen ragasztó, konkrétan, mint hogyha úsznál benne. Már ott vannak az élmezőn tagjai? Úristen. Jól elúsztak. Irvine 24-3. Ennél jobbat megyünk. Így van. Biztos? Hát nekem azt jelzi, hogy nem, kedves mérnök. Még ott a boxban is vannak most. Igen, az ilyet próbálom elkerülni. Hogy blokkoljanak elég, és bemenjek a shoulderbe. Benszelni miért vagyunk ennyivel gyorsabbak? Pedig jó autó lenne szerintem. Az egész vezetésre jó az a Williams. 8,5. Jól elhúztak. Kicsit leviszi az FPS-t az a... Kimegyek a pályára. Jaj, még hármasban is kipörög.
22, 1. Azért ennyi egy... Mi? Ja, mondjuk... Az élmezőny tagja gyorsabbak ennél. Esélye egy 22-es idő, az nem is rossz. 18-at a fentünk. Szektoronként egy másodperc. Mondjuk azt próbáltam azt a Red Bullt Brazíliában egy TT-ben. Hát a végsebesség az valami brutálisan vissza lett folytva. Nem tud 300 fölé menni. Mondjuk kb. A második legrégebbi autóval megyek. Ugye ezeknek a lassúak között kéne lennie. Ha már csak a fejlődést megnézzük. Valaki nagyon föltartja a mezőn tagjait. Viszont 2-0. Igen, majd lehet, hogy nekünk is kell spórolni, mennyi benzinünk van, 23. 20-ba kell kiállni majd a boxba. Kérdés, hogy milyen box kiállásunk lesz, erre kíváncsi vagyok én is. Jó, ott egy McLaren tartja fel a nem McLaren, milyen autó az ott elől. Már azt hiszem, Hacky nem vezet. Rossz vezetni tudom már. Mansellnek nincs tempója most. Ez látszik. Tudjunk Webber mögött, de ott van Häkkinen. Utána ott megelőztük. Most elég szart kör lett. Mind ki. Mindegy. Van Webber. 2011-es Red Bull van. Azt hiszem ez a 2011-es, nem vagyok benne biztos. Sárga zászló, ojjajajajaj. Kettő autó a bukótérben. Ez pedig Vettel. Vettel és Senna. És ott volt Button a gumifalban. Hello. Atya úristen. Itt volt egy-két ütközet. És le is maradtunk Webberről, ahogy azt néztük. Nyolcadikak vagyunk. 19-en vannak versenyben már csak. Hogy akadtak össze ott az élen? Ha megint? 26-os kör, 3 másodpercet veszítettünk. Szép. Oh! Csúszik. Még valaki mindig a bukótér, az talán Senna. A Mansell van mögöttünk, aki fényévekre van mögöttünk. Webber.
Neki webbel se seki van, fettel se seki van. Nem lepődnék, ha fettel se seki lenne. Hú, azért már látszik a naplemente. Igen, ez fettes is ak. Jaj. És egyes rajtszáma van? Miért ilyen ez a játék? Vagy ez a mód? Nem a játék, a mód. Mindenkit összecserél. Ah, megcsúsztunk. De itt meg lehet volna bújni. Majd mestek megtesszük. Tartsa ott, ülj az íven! Jaj, összementünk. Nem tudnak átmenni padlóval, ha jól emlékszem. Jaj, meglöktük szerintem. Meg bemennek védekezni. És nem hagynak helyet. Itt a sóderágyas példa. Nagyon fos. Ezt nem tudom, ki találta ki. Hogy beragadt a sódrázó, úgyhogy nem forog a kerék. Oké, hogy nehéz nehezebb kijönni valóságban a sódrázó, de ennyire talán nem. És vesztettünk egy 10 másodpercet. Hú, fogy a gumi. 20. körjéje kiállás. Ahhoz képest eléggé fogy most az abroncs. 7 másodpercre van Webber. Az érdekes, hogy idő előtt ki kell jönni a boxba. Aminek nem örülök. Mennyit hozunk így is. Hány kiállás lesz itt így, mert megkérdezem, hogy a tized bír ez az option. Vennyi. Akkor Red Bull az a torról szó, ez is logikus, végül is. Ó, valaki ott keresztbe állva. Ki ez? Nem is kere... Prost. Mit csinálsz, Prost? Keresztbe áll! Prosttal mi van? Hullanak az emberek. Elfogyott ennyire a gumija? Nem létezik.
Így hullanak össze-vissza, és ahogy jól láttam, ott az élmezőny is belas. Úgy van. Itt megérkeztek egymás nyakára. Csak Webber nem tud közeledni. Most Villeneuve vezeti a futamot. Hoppá. Nem Schroeder, francba. Nem mi az igaziak már a gumik? Jó, hányszor mondod még el? Jó, hát le kell jönni. 12 kör alatt elkoptak a gumik. Beszarás! Mi ez? De ezt ennyi szedtem. Hát akkor jöjjünk. Ott. Abban majdnem keresztbe álltunk a box bejáratnál, szép volt. Jaj, na legalább gyors lesz a kiállás. Az. 92-es Williamsnek se cseréltek még ilyen gyorsan kereket. Milyen white line. Nincs fehér vonakos. Mi ez a heves gumikopás? Ezt nem értem. Most optional voltunk, az igaz. Jó, de akkor se Prime bírója 20-at. Annyit kéne az optionnek. Na, akkor újra ez a boly, Prenzel, Rosberg és Mansell. Bolya. Ennek nem lőlünk be, hogy itt cikáznak össze-vissza. Igen, ott is el van kopva már a gumi. Jól látszik. Ennek az autónak meg már csak fél szárnya van. Frencen. Ott is el van koppa a gumi. Rosberg, itt csillog. Látszik. Kezdhetjük előről. Felzárkózó. De szembesütő nap van. Menszel. Igen, azért most úgy gumikon megesszük őket. Ők is szenvednek már az elemekkel. Küzdködnek az elemekkel, mindegy. És csak kb. 5 kör múlva jönnek ki. Most kell rajtuk hozni. 52. kör! Úristen. Az 40 kört jelent. Kicsit se lehetetlen. Legalább benzinünk van.
le fogjuk vágni gyorsan azt a különbséget. Az olyanak nem fogy a gumia? Jó, mondjuk ez egy... Igen, ez egy csalás volt az F1 2013-ban. Az olyanak nem kapott a gumia. Főleg az első szinten. Ugye utol is érjük őket. Szép. Sokkal frissebbek a gumiaink. We can't afford to lose too much time stuck behind the car ahead. You're faster than him in sector 2. Sector 2. 14-en vannak versenyben, te Jézus Isten. Webber! Mit csinálsz? Könyörgöm. Könyörgöm! Ne parkoljon le már a kanyar előtt. Nagyon lassú. Hoppá! Häkkinen ennek annyi. Ez Schumacher, nem Irvine. Ez, na, ez gyönyörű. Mi van itt? Elfogyott az abroncs? Ez azt jelenti, hogy Webber az első, még a másodikak vagyunk. Hullanak ki az aljék, miközben még nem látunk semmit. Webber nagyon lassú. Nézd meg! Mi ez a mod? Valamit nagyon elrontottak. Miért maradnak kín? Igen, a szokásos, megint beidőltem ennek. Szép. Vezetjük a futamot, nem is úgy, ahogy gondoltam volna. Ó! Oh. Úristen, nem látok semmit. Már kín is voltunk egyszer a boxban. Szép. Valami az aljánál nem százas. Öt másodperc egy szektor alatt. Jaj. Eddig. Jó. Ja, az nem a... Jó, imádom. Imádom ezt a kurva sóderágy fizikát. Köszönöm. Visszaestünk ötödiknek. A rohadt sóderágy miatt. Szány darabok. Igen. Ez egy Rosberg. Nem tudom hány másodpercet vesztettünk ezzel. 20-at. 20-at. Úristen. Rosberg! A negyedikok vagyunk közben. Szerintem alattul elkophattak a gumik azokon az autókon. Older than ours. Push, push.
De nem jönnek boxba. Oh. Itt van Irvine már egyből. Valami nem stimmel. Kis szánsíl, és ez nem okozza ezt a lelassulást. Na csak azt kérdezném meg, hogy miért 2003-as festés van azon a Ferrari-n. Miért nem mész ki a boxba? Kinek akarod tartani magad a 20. körig? Kis csúszott. Na valaki boxban, rendszer. Amúgy most vesztettem el 20 másodpercet, de már megint az érre állok mindjárt. 10 versenyző van. Nem mondod, hogy ki fog esni mindenki. Az nem jó. Webber. Szia Webber. Annak nem örülnék, ha mindenki kiesne. Na megint első. Rendszernek talán most lesz tempója. Kettő egész hat. Ennyi lesz a kör végére. Ennyi nekünk a... Úristen. Vedjük 10 követ a Prime-okkal. Azóta már Frenzen, aki Webbert előzi. Frenzen volt az okos és kijött boxba. Nem! Kurva sóderáj. Itt van Frenzen. Nem mondok semmit. Azt hittem ez egy jó mód lesz. Na, papá. Most Frenzen talán tudja majd tartani a lépést velünk. Közben már mindjárt lebukik a nap. Már tűz a szemünkbe, meg mindenhova. Hát szakoroztam volna le ezeket az aljikat, hogyha nem megyek egyszer se sóderájba. Jó párszor szerintem.
Sparky Boxban lekörözött. Közben 21-2-vel új leggyorsabb körünk van. Közben Francernek már végre van tempója. Még ha nekünk régebbi gumiaink is vannak. 10 köre voltunk kint. És már így néznek ki. Jól lenne elmenni a 30-ig. Hol van még a verseny vége? Amíg azt hiszem a Option és a Prime az a lágy és a kemény. Mert a legkeményebb. Úgyhogy ott van egy kis különbség. Tudom milyen gumim vannak a mögöttem lévők és hogy meddig fogják ők bírni. Na úgy tűnik a gumikopás a gumikopás tolt ki velük. Szépen lassan növeljük, de örülök, hogy legalább tudja tartani velünk a tempót. Ez rics. Egy jó helyen a fékem. Azért látszik, hogy már nem olyan. 21-3. Új leggyorsabb kör. Pár szány darabok. Ismét. Ez egy Ferrari-nek tűnt most. Hoppá, első cutting. Ez is érdekesen néz ki ez a zászló, mit nem mondjak. Pillanat. Bocsánat. Folytassuk akkor a versenyt. Szerintünk a futam egy harmadánál, pont. Azért Frenzer most talán egy kis nyomás alá tud helyezni, mondom talán. Inkább is az eddigieknél több, az biztos. Értef egy 2015-ben biztos nem látsz. Azért jó visszajönni az ilyen játékokhoz, főleg az ilyen modokkal, amik megőrítik a versenyeket. Azt viszont nem akarom, hogy kiessen mindenki.
az egy kicsit szívás lenne. Itt talán egyébként hátulfékkel nem fogunk kicsúszni a sódarágyba. Nehezebben blokkolható is így a kerék. Jó. Az egyre szebb lesz. Nem túl realisztikus. Majd az lesz szép, amikor Kogita nem lát semmit az aszfaltból. Így konkrétan most nem tudjuk blokkolni a kereket. Annyira biztos. Viszont valakit mindjárt lekőzünk. És ez egy Ferrari. Akik nagyjából 10 körezet még az élen haladtak. Hozzáteszem. Gumik megvannak, jó. Három egész hét. Különbség. Közben ilyen narancsárgás rózsaszínes ott a háttérben az a párhegy. Ennél még durvább helyzet is lesz, amikor nem látsz semmit majd a hazasztalból. Aztán majd jön a karácsonyi rész, akkor majd lement a nap. Ez még semmi. Ezeknek azoknak mondom, akik még nem látták a tavalyi karácsonyi részt. Apa, rázókő, igen, ez egy dolog volt, amikor még ezzel a játékkal játszottál. 4 másodperc. 4,3. Nem tudom, meddig fogják bírni ezek az AI-k. Mesterséges intelligenciák. Igen, kicsit hülyén hangzik. Ezt pedig, ha minden igaz, őrvány. Ki el is enged most minket. Yep. Neki talán jól van a sisakja. Kivételes esetek egyike. Azt pedig, most meg nem mondom milyen autó. Ó, egyre kevesebbet látni most már. És ebben a kanyarban pont szembesüt a nap. Így még kevesebbet fogunk itt látni. Az egy Jordan. Ami egy kicsit így narancsárgásnak látszik a naplementében. Amik nem annyira erősek most. Heal. Nem tudom, milyen sisak jól hirtelen. Az ami fantasy. Jól nézem. Azon 2-4. Romlanak egy kicsit a köridők most már.
A Frencent se túl jó, és egyébként megjegyzem. Hú, tehát kivételével az első négyben Renault motoros autók vannak. Renault dominancia. Várj, Frencen, igen, Frencen autója, azt hiszem Renault motoros. 2000-ben váltott a Williams BMW-re a Renault-ról. De ugye 98 volt ez a Megacrom álnévvel versenyzett Renault motor. De azt hiszem akkor már nem volt gyári támogatás alatt, csak adták a motort. Egy kis erőset végeztünk. Na, egyre kevesebbet lehet látni most már, hogy lement a nap. Főleg a szembelső részeken. És nem sokára esedékes egy kiállás, így van. Azért 20 kört elmentünk ezekkel a szettekkel, valószínűleg ezt fogom megint föltenni. Oh! Nem lecsúsztunk. Arra rázók jön, megyünk többször. Talán már az ideális jövőjelző is kezd megváltozni színileg. Most egy kicsit az is csillog. Majd még hogy fog. Már csak 9-en vagyunk amúgy. Még kezdenek hullani, ahogy elkezdődik a gumikopás. Egyre rosszabbak a látási viszonyok. Kötve hiszem, hogy ilyen körülmények között még lehetne rendezni Forma 1-es utamot. De ezt leszarjuk. Igen, fogy a gumi, azért már nem padló teljesen ez a kanyar. És rendszer is lemaradt, most már szerintem még option tettek föl a hülyék. 7,1. Kicsit gondolkozok, hogy mi legyen a stratégia. Az pont jó. Kijövök a következőben. Akkor meg ezen kívül egy kiállás van. És elvileg az elég a Prime-okra. Gyönyörű. És ez egyre szebb lesz. Akkor következő kör box. Közeledett Frencen. Érdekes. 22-es körök azért még mindig megvannak. Ahogy kimondtam, most meg kapott egy másodpercet. Ó, mi is csúszkálunk azért már. Na, most már... Nem ideális hív nélkül eléggé para lenne, hogy itt hol fékezek. Ez az ideális hív jelző pedig kell, mert anélkül nem karácsonyi futam ez. Még egyszer Prime.
nem bírják eddig az a Prime-ok, akkor szerintem bajba lettünk volna. Most akkor próbáljuk nem levágni. Így, most szépen be tudtunk jönni. Visszaérünk rendszer elé? Nem valószínű. Nem, pont nem. Ez egy gyors boss kiállás volt. Mögöttünk 7-8 másodperc, és épp hogy megelőzött. Vember már 30-ra van. Utána meg még többre. Most akkor a dobogon csak Renault motoros autók vannak. Közben elvitettük ezt a kigyorsítást, de nagyon szépen. Ferencen. Már szenved a kopástól látszólag. Jaj, nem láttam, hogy hova megyek. Szép volt. Még ilyen füles nem szarakodik. Come on! Ez rohadt lassú lenni. Nem dőlünk be neki. Tudom, ilyen minél hamarabb kimegy ez a Williams-es urasága boxba. Lehetősen egy kis verseny még. Hoppá. És akkor, ja, 2,1 szektor alatt, most előztük meg, hihetetlen. Mennyire elkezd élni ezeket a mumikat az AI. Eltűnt a nap. Az egész 3. Ja, még mindig 9-en vagyunk. Ja, jó. Ugye még jól állunk. És még nem kezdett el fogyatkozni a mezőny nagy része. Ilyen erővel nyugodtan mehettem volna a Legendary-jel is. Ez a rázok nagyon idegesítő. De én most már hátul fékkel nem fog tudni megtérfálni. Ebben a kanyarban. Tippelni hol, tudok hol a rázóki amúgy. De tudjátok mit? Most kikapcsolom. Pár körre. Megnézem, hogy mennyire rossz. Annyira nem rossz, mint gondoltam, mert igazából az ideális hív is takarja kicsit a pályát. Úristen, hol fog fékezni? Mondjuk itt. És leggyorsabb kör futottunk mondjuk, az egész 6.
De ez egy kicsit nehezebb. Vagy nem lesz ennyire durva az esély szakaszon. Akkor ma többet lehet majd látni. De mindig csak a verseny felénél vagyunk. Úristen. Miért megnézni mennyi az idő? Jó. Mehetünk tovább. Azok a kis... mik ezek, gumi? Igen, ez ilyen gumi, ami ott van a pályán, az jelzik kicsit nekem, hogy hol kell fékezni. Pedig, és meg nem mondom, hogy kicsoda, volt Hill, úristen, 8 ember. Szépen oda csapta, vissza tudjuk nézni. Hát igen. Sokat nem látunk mondjuk belőle. Atya, úristen, hát így konkrétan fúgázzal neki csapodott annak a falnak. 8 ember, pont előttem esett ki. Mennyire van most Frencen? Ki jött egyáltalán a boxba? Jó. A Toyoták még benn vannak vajon? Nem, mint hogyha az egy Toyota lenne ott. Vagy egy Brown. Nem, ez egy Toyota, Kobayashi a 8. utolsó. Ők stabilan legyenek legalább. Alonso a 3. Még egy Renault motoros autó. Na jó, visszakapcsolom az ideális hívet. De így lemaradjunk a karácsonyról. Csak most jön a verseny jobb része. Tehát, hogy nem izgalmak szempontjából, de látvány szempontjából még csak most jön a java. Bence 43-ra van. Mi az Isten? Vagy most szárnyalunk. Kim volt Frencen a boxban egyáltalán? Szerintem nem. Bár lehet. A Oscar az megvolt neki. Ó. Oh. Még itt volt mögöttünk ő. Igaz, hogy kellett az én hibám is hozzá. 3 másodpercet javultunk az előző körhöz képest. Most megy az autó, rendesen. Mondjuk a 2000 kicsúsznak még úgy a sóderágyban, mint a... amikor azt hittük, hogy ott fű van a másik oldalon, és megpróbáltuk kiszélyesíteni, amennyire lehet. Vissza kellett tolatni. Ha ezt 2000 megcsináljuk, akkor még rendszer pariba lehet velünk.
És nem tűnik úgy, hogy ha sokat veszíteni, hogy lehet, hogy kim volt a boxban. Nekünk mikor kell jönni? 52. ugye? Az az utolsó box kiállás. Az 13 kör még. Tizedet javítottunk kereken. Ki van az most előttünk? Most kicsit rossz szektort jöttünk, nem baj. 47, azért kap még rendesen. Jopá. Szerintem beszéltek arról, hogy mi lehet a jövőben a videózás terén. Igazából sok minden érdekességet nem tudok elmondani. Ugye megy a Pro Season mód, öppen közben szárnyi darabok, és egy Mercedes van előttünk. Szóval megy a Pro Season mód, öppen egy 2015 Williams. Amíg érkezik egyszerű szezonnak, az látszik. Legalábbis ez a Malai futam ezt betett. Azóta nem csináltam még egy kínát, még a szabad edzés sem. Úgy írtam, lehet, hogy ezen a héten nem is fogok, karácsony miatt. A jövő héten már mindenképpen, lehet, hogy két epizód egy hét alatt. Mindegy. Szóval ez várható, Kína. Lehet, lesznek ilyen egyhetes kimaradások abban, közben Rosberget utolértük, aki leparkolja az autót, mint egy disznó. Na szóval, hogy lehet, hogy nem lesznek minden héten videók, attól függ, hogy érek rá, de igyekszem, meg lehet, hogy lesznek ilyen kis kimaradások, több hetes kimaradások. Ez igazából az egyéb elkötelezettségeimtől függ, hogy hogyan halad a dolog. Más videósorozatot nem tervezek, vagy esetleg részrummal, ilyen kisebb videósorozatokat, de inkább abban is csak gameplayek. Itt például a Formula részrumos, amit tegnap tettem ki. Ezen kívül, hogyha valami gameplayre van ötletetek, hogy mit szeretnétek látni tőlem, ezt nyugodtan megírhatjátok kommentben. Meg tudom teljesíteni ezeket a kívánságokat. Még igazából én sem tudom most pontosan, hogy mit akar a nép. Ha valakinek van ötlet, az nyugodtan írja le. Te kommentbe vagy akár Facebookon is. Lehet, hogy kiteszek egy ilyen szavazást, vagy nem tudom. Jövő zenéje. Januárban lesz a Daytonai 24 órás, meg a Dakar. Igen, a Dakar. Amiből kettő éve csináltam egy videót, videósorozatot. A jó öreg Párizs Dakar Rally. Meg végigjátszottam kampánymódot. Még egyszer szerintem nem fogom végigjátszani, de majd ha eljön az ideje, akkor linkelem a lejátszási listáját, ha valaki esetleg nem találná, az megnézheti újra. Ugye tavaly is csináltam a Daytonai 24 órás versenyt, egy ilyen ráhangolódó szimulációt. Nem tudom, lehet, hogy megint lesz egy ilyen. Hogy karácsony is minden évben van. Majd még eldöntem, miközben új leggyorsabb közt jutottunk, miközben végig dumáltuk az egészet. Rendszer 49-re, akkor biztos kim volt már közben. Igen. Nem is tudok most hirtelen közeljövőben megjelenő játékról. Amit így szeretnék játszani, tényleg a Most Wanted sorozat, mennyire érdekel ezt titeket? Mert ugye van egy save game-em,
úgy azt hiszem 2014 júniusa, amikor úgy lett téve a vinyó. Az előtti mentés megvan, szóval az első 4 epizódnak a mentése megvan. Ha szeretnétek folytatást belőle, akkor elviszem a addig az állapotig, ami most van, és akkor onnan folytathatjuk, ha van rá igény, bár nem azok a lennézettebb videók, amúgy. De esetre élveztem azt a játékot, egész jó hangulata van, de most a többi Need for Speedhez képest, nekem ahhoz megvan a hangulata. Nem mint a nem sokára PC-re megjelölő Need for Speed, amit nem is értem, hogy miért csak PC-n toltak el. Többi platformon már megjelent. Ez ilyen... Max egy gameplay tervezek abból, de nekem az egész feeling nem jön be annak a játéknak. Sokaknak meg az jön be, de ismerősömet is kérdeztem, neki se jön be annyira, úgyhogy nem tudom. Max egy gameplay, de lehet, hogy az sem. Meg csináltam még a VRC5-ről is, amit nem tettem ki. Pedig megvan a nyersanyag. Félre nyúltam, bocsánat. Hát ezzel mindjárt eljön a második kiállás ideje. Félig... Lassan már be kéne sötétednie. Még ez a fél homály fázis van, ahol már kicsit jobban lehet látni, mint a legrosszabb állapotban, de azért még nem a legjobb. Nap már elég lebújt. A rendszerekben, ha jól emlékszem, már csak az utolsó 10 körre sütítedik be teljesen. Nem is tudom hány kör van, de az ilyen 1 óra 15 perces verseny. Szóval alig hosszabb, mint egy 50%-es nagy normális pályán. Az ilyen rövidebb pálya. Úgyhogy 20 másodperccel rövidebb is egy kör rajta. És ez viszonylag hasonló körszámot megyünk, talán egy 10-essel több az. Bence már megint van valami. Vagy csak ennyivel gyorsabb vagyunk verseny tempóban. Gondolkozom egyébként a 200 feliratkozón, szerintem még az odébb van. Még azt hiszem most van 179, közben mértük ezt a féktávot. 179 van, ami egész jó ráta. Szerintem, hogy közeledünk már a 200-hoz. Nem tervezem azt, hogy hamarabb meg lesz, mint az eddigiek, szóval így július közepére lehet meg a 200. És arra is tervezek majd egy speciális videót, annak csak örülök, hogyha hamarabb meg lesz, mert az fejlődést jelent csatornán. 20-as kör, kicsit visszaestünk tempóból, de mondjuk lassan jön a kiállás. Közben kezd rózsaszínesedni az ég, legalábbis a onnan. De még a napnak a nyomai. Szerencsére nem esett ki egynél több ember ebben a kavalkádban. 8-an azért még stabilan meg vagyunk, jó lenne végigfutni ezt a versenyt. Lassan lekörözzük. Az lesz a vége. Egy 20-as köröket megyünk, és... Ja, az kb. A nagyon nagy díjnak megfelelő. Eléggé hasonlítabb, hogy karakterisztikailag is a magyar pályához. Ilyen lassú kanyarok vannak.
A beállítás is egy kicsit hasonlít, legalábbis a 11-8-as szárnyat, amit beállítottam, azt Ingolvingen is használom. Elég sok a hasonlóság a két pálya között. Tehát, amikor ránézek a mai herezre, az már lehet, hogy nem igaz. Ott, abban nincs annyi kanyar, ami ma MotoGP fut. Ez a sikán sincs benne, tehát végig egy egyenes fut. Aztán itt a hajtűben végződik az a hosszabb egyenes. Tudod, azért oda végsebesség kell. Ez a rész ugyanaz. De szép a háttér. Itt tesznek meg az F1-es teszteken egy sikánt. De jó tudom, idén már nem megy, vagy a jövőre már nem megy tesztelni Jerezbe a mezőny. Na azért már kezdünk valamit látni az aszfaltból. Visszatért a látás. De én nem is értem, hogy mitől. De még nem karácsonyosodik. De el is hív. Igen, lassan box time amúgy. Már látszik is a gumikon a kicsit a kopás. Miért váltottam vissza kettesbe, nem tudom. Újabb két lekörözött, mindjárt meg lesz egyébként a perc Frentzenhez képest. Én itt terveztem ezt a versenyt. Azt hittem sokkal erősebb lesz, ha értem ilyen bugos. De aki esetleg itt kapcsolódott be, az ne higgye azt, hogy direkt dominánsan akartam szerepelni. Eleve az utolsó helyről kezdtem. Mint az F1 2014-es karrier, az volt ilyen, hogy amíg expertem mentem, addig minden futam ilyen unalmas volt. Első helyen mentem végig egy egész versenyt. Igazából azért nem láttam értelmét, mert nagyon szar volt az F1 2014 olja. Tehát a legrosszabb a franchise-ból. Meg hogy akkor kezdtem az F1 2014 és elég éreztem a kontrasztot a kettő között. Furcsa módon a korábbi játék javára. Ez a Stan Vettel, vagy Webber? Elfettem a kiesett. Ja, az ebben lesz valószínűleg. Mindjárt lekerezünk, előtte pedig egy Renault. Ami talán 2003-as Renault. Annak lenne értelme, mert az meg is van. Ja, Webber, negyedik. Lekörözzük a negyedik helyzetet. Akkor Alonso ott van előtt a harmadik helyen. Renault motoros autók az első négy helyen. Egyre jobban tetszik. Ez az, ami manapság hiányzik az F1-ből. Renault dominancia, Alonso. Harmadikat körözzük már. Nem a legjobban akar lehúzódni. Kezdően veszélyes lenni, mert Maldonado az F1 2015-ben. Ó! Oh! Jézusom! Na, kezd csillogni. Az ideális hív. Meg itt valami furcsa fény van. Az aszfalton. Tessék, ott van. Mi nem annak teljes pompájában, de kezdődik. Felavatjuk a karácsonyi égőket.
Ugye minden igaz, ezek a fehér épületek fosforeszkálni fognak. Ugye is hárommal futottunk Brazíliában, ott minden fosforeszkált, még a daru is. Mert itt most nem látok hirtelen. Ja, a következő kör amúgy box. Igen, ez a várható kategória. Rendszert nem fogjuk lekörözni még. De lehet gyanítom, hogy a következő kiállási ablaknál igen, ami valamikor most lesz. Mindig egy 10 körrel az én kiállásomra kezdenek el szenvedni. Mert 10 kör bír az a lájkeverék, amivel mennek. De 20-at akarnak. Logic. Kobayashi. Utolsó helyen. Toyota nem villog annyira. Ezt direkt csinálták ilyen gyengére? Nem tudom. Túl vagyunk az 1 percen, és akkor még egy Primus Stintet kérünk a végére. Hopcsönt nem merem bevállalni. Szerintem nem gyűlnek ki a végéig. Na, most már egész jól látszik a fény. Kár, hogy nincsen kék is benne. Az most szedvétettél volt. Tehát, ja, az ég lesz kék, majd mindegy. Utolsó box kiállás lesz. Pillanatokon belül. Zöld már villog. Na. Rohannak ki a szerelők. Gyorsan kirohantak amúgy. 3,0 standard FP13-os kiállás. Jaj. Itt a kék, tessék. Itt van, amiről beszéltem. Meg kéne válni, amíg teljesen sötét lesz. Nem tudom, hogy kék lesz az ég, akkor lesz a leggyönyörűbb, bár így is elég szép már. Tehát Kobayashit az előbb köröztük le, ő is kijött a boxba, hogy mi? Ennyire lassú? Kétszer már leköröztük. És valami érdekes fény áradat jön onnan a háttérből. Miközben a karácsonyi égők már működnek, de még nem bukott le a nap. Ezt meg kell várni. Közben a háttérben lévő egy érdekes kék színt vettek föl. Már lassan nem látunk semmit a... ideális hívtől. Most az fog minket blokkolni amúgy. Igen, most már emlékszem, hogy ez elég szar volt amúgy vezetés miatt. Ott vannak a foszforeszkáló épületek is. Ja, ott a kék. Kezd megjelenni, most már kezd besütítedni.
Mondta, hogy teljesítettem az utolsó kiállásomat. Hirtelen átváltozott nagyon kék ki ez az ég. Ennél jóval szerintem nem fog sötétedni. Úgyhogy meg is vagyunk. Gyönyörű szerintem. 18-3-as kör. Rendszer 53-ra van, közelített. Ja, a box kiállása nem volt kint. Ahhoz képest az 53 az szégyen. Ha a kormányom is egy kicsit már melegszik, de ezt ki fogja bírni egészséggel. Na, gyorsabb, picivel gyorsabbak mentünk, igen. Azt hiszem ez a legszebb változat. Most már teljesen lement a nap, az biztos. Kapák, cutting. Pillanatra azt néztem, hogy kizártak, gondolom, mi van? Így corner cutting miatt. Aztán lejöttem, hogy csak béna az ászló. Meg zavar. Valakit lekörözünk mindjárt. Lehet, hogy Ferencen lesz, aki nem bírja sokáig már a gumikkal. Sőt, több mint valószínű, hogy az Ferencen. Nem, az egy Red Bull és Webber volt, aki kicsúszott a pályáról. A harmadik helyről. Most azt szerintem lassan nem is harmadik. Oppa. Így van, most már Coulthard a harmadik. Webber versenyek szerintem vége van. Nem sokat kellett volna teljesít, így van heten volnak már csak. Jól emlékszem, a 2013-as karácsonyi futamon is elég kevesen értünk be, talán ketten vagy hárman. Csak ott mondjuk 10 voltunk. Eredetileg. 12, nem tudom, hirtelen. Nem, 10. 80-as autók 10 vannak. Ó! Nem kell elfogyjon a gumi. A kicsit sérült a diffúzor is. Rázok ő. Na, Frentzen még nem köröztük le, viszont Coulthardot már bőven. És ott van Frentzen, látom a térképen. Gondolom be lesz lassulva, ha csak nem a kemény keveréket tette fel, és végig akar menni az egész. A szívás! Lehet, hogy föltettek a keményet, és két kiállással mennek végig. Kilences kör. Ó! Oh, nem látom a féktávot.
Ú, ezt most szépen vettük, ezt a kanyart. Egy biztonsági felvétel újraindít. Nem bízok az F1 2013-ba teljes mértékben. Nincs sok már amúgy hátra. 14 kör már csak, ami vissza van a versenyből. Úgyis nem futottunk leggyorsabb kört az előbb. Pedig szépen mentünk az előző körben. Egy perc 7, most rendszem egész jól tartja magát. Ott van, látom. 60. kör kezdődik. Nincs sok hátra, szóval be kell fejezni. Nincs flashbackem. Flashback szara nem available. Vigyestünk. Francba. És nem fogom újra kezdeni, de én is flashbackem. Hát akkor hányadikak lettünk? 7. Fence megnyerte, ezt nem így akartam befejezni. De hát akkor ezzel kívánok boldog karácsony mindenkinek. Ezzel az eredménnyel, egy 7. helyjel. És eléggé besültünk a végén. Pont most akartam, hogy innen már be kell ezt fejezni. De hát nem sikerült. És hát akkor ez lesz a végeredmény. És szerintem ennyi. Úgyhogy találkozunk legközelebb is. Mi lesz majd Pro Season. Meg a többi videó. És ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot. Még egyszer boldog karácsonyt a kedves nézőknek. Találkozunk legközelebb is, addig is legyetek jók. Sziasztok! Let's make this happen. Let's roll! Hello, how are you? Alright, thanks. I'll show you, this is a new machine that we've just launched. I got something hooked. No.
is just simply tap your card down there. Bringing them in. Continue. There'll be enough in there. Yeah. Take care. Well. Jensen, but I don't want to continue. How do I quit? Oh my god! Hello there. Oh my god. Hello there. How you doing? Well, there's 100, and that's on us. Good morning. There's £100 made from us. Do you mind trying out our new machine and giving me some feedback as to how it works? How you doing? Good, how are you? I'm very good, yourself? Oh, very, very well. Did you want £10, was it, or was it £100, as I'm your Santander Secret Santa? Red button. Hello there. Congratulations, mate. You're right. Was it £100 you wanted? Here you go. There's 20, 40, 60. Amazing reactions. My favourite is still the. You're right. Do I know you? Is this a joke? Are you really Jason Bond? Yes, mate. You stay there 1 second, I'm coming out. So. Merry Christmas. Merry Christmas. Let's have a little hug. I can't believe this. Thanks very much. That's a great video. Let's hug it out. Hi guys, well that's a wrap. Thank you very much. Santander Secret Santa. Merry Christmas!